Na hát akkor kezdjünk! Na, üdv mindenkinek ezen a csodás hétfő estén. Visszatérünk a Sonic Adventure DX-hez, és nekiesünk Tails kampányának. So in English. Hello everyone. I am going to tackle Tails campaign today, since last week I have finished Sonic's campaign. So, let's get right into it. Buzi, aki ezt olvassa. Szevasz, Zaki. Na, mennyire lehet hallani amúgy? Majdnem. Ja, Dani. Ah, jó van. Este, hétfő este van nekem is. Igen, ez már az új mikrofon, és amúgy a tanácsodra igen, most már megvan az átrendezés. Gyól. Jó van, most már neked is szia, Zaki. Na. Királyság. Na, így, hogy lemaradtatok. Ugye múlt héten befejeztem a Sonic kampányt. Most neki veselkedek Tailsnek. Szóval... egy kis bemelegítésnek. Üdv Station Square-ből. A sündörgők, a csernobili kétfarkú rókák, és az agyhalott békamániás macskák otthonából. Én nem tudom, szerintem könnyebb lesz a kampány, mert úgy nagyjából tudjuk, hogy mi merre hova. És ha még belefér, akkor lehet, hogy még ma Knuckles kampányát is megcsinálom. Amúgy kíváncsi ebből, búg a mikrofon, vagy nem búg? Mert ezt még nem figyeltem meg. Mondjuk én, amikor felvettem, akkor nekem nem búgott. Ajaj. Sündörgő. Egész jó illata van, basszátok. Love story. Republican campaign, democratic campaign. Exactly. Hát, elrendezzük, hogy lehessen látni. Sonic campaign. And let's not forget about the furry campaign. Most nehéz megmondani a játék hangjával, hogy mennyire zajos a mikrofon, de úgy nem hangzik hossznak. Ja, amúgy... fú, milyen márkájú ez? Ez nem a reklám helyett, de amúgy... egy ilyet vettem. Egy Trust Mantis mikrofont. Hát 15-ről volt leárazva ilyen 7-8 ezerre. Teljesen korrekt amúgy szerintem. Nem a legtökéletesebb, de szerintem kezdésnek jó. Na, akkor esünk neki. Welcome to Station Square. Na, mielőtt bárminek is neki kezdünk. Megyünk megfulladni, nem. Hopp. Igen, már a játék elején. Upgrade! Stáció 4-zet. Stáció 4-zet. Ó, oh, Station Square. I understand you. Ilyen hülye város. Hát... most erre mit mondjak neked? Miskolcot nem szidom. Mert... Miskolcon tanultam. Igen. Borsodi vagyok. Csak ide költöztem Nyíregyházára.
Állomás negyed. Szerintem helytálló. Szerintem is. London közelebb van, mint gondolnád, Lul. Nyíregyen is van olyan, hogy állomást. Amúgy igen. Van olyan, hogy állomást. Ahová, ha kimész, akkor... Szevasz, testvér! Van cigit, buszjegyre kéne. Ó, ne. Tojás, ember! Közben úgy látom, akadozik a kamera. Aj, de jó. Na, szerintem ezt gyorsan lejátszom, és utána újraindítom a kamerát. Csapják! Na? Valami? Csináljál már valamit, hé! Ne csak ott lebegjél! Most csendesebb leszek, mert 45 fizika magyarázat kell fizetbe. Nem baj, én amúgy is közben újraindítom a kamerát, szóval... Just a moment.
Na hát, helye közel visszatértem, már nem tökéletes továbbra se ez a kamera. Jövő hónapra tényleg megérett ez a kamera csere. Így szenvedtem vele pár percet. Közben is bocsi, hogyha így eltűntem. Még lehet, hogy egy-két alkalommal be fog laggolni ez a kamera. Na úgyhogy vissza a tojásdaráshoz. I thought I was going blind. No, you didn't. Á, van egy arról alapzaja a mikrofonnak, de kezdő kategóriának szerintem tökéletes. Aha, hát na. Most helyre futotta. Na, amúgy én is látom a mixeren, hogy igen, sajnos van egy minimális alapzaja, de hát na. Még mindig jobb, mint az előző szerintem. Legalábbis ez az én véleményem. Az anyát picsáj. Ez meghot. Hát na. 8000 forintos volt amúgy tényleg a mikrofonjám. Na jó, 7-8000 körülbelül, sat per kb. De így is ilyen 15-ről volt leárazva. Már ha le volt árazva, de... Jó van. Gotta get some more emeralds! Ja, igen, közben kabalát cseréltem. Nem tudom, mennyire látszik. Megazítom a kamerát, hogy lássátok, igen, ott van a fori. No. I am the devil! Ja, várjál, ez másik. Ja, cica csere, igen. Cica? Mondjuk, gyerekkoromban én is azt hittem Sonicról, hogy macska, meg Spidey, azaz Kinga. Ő is azt hitte gyerekkorában, hogy macska. Szóval, fű. Egyik úgy tudom, hogy eredetileg nyúlnak indult. Na mindegy. Robot, Mikinélnd. Igen, én úgy látom, hogy tüskés szóval sűni. Hát! Kinek mi? Én amikor arra szeretem, tényleg azt hittem, hogy valami macska féle, de... Most már tudjuk, hogy csünci a sánci. Ja, amúgy pénteken meg fog jelenni a... Sonic film DVD-n, végre valahára. De konkrétan majdnem egy évet kellett rávállalni, mire megjelent. Mert ugye múlt év február 14-én jelent meg. Konkrétan Valentin napkor. És ugye... Majdnem egy év. Hát na. Az a jelenlegi helyzet mindennek betesz amúgy. Mondjuk arra leszek kíváncsi, hogy ugye február 1-én oldják fel ezt a jelenlegi korlátozásokat, de már január 28-ára vannak beígérve mozipremierek, köztük a Lelkiismeretek, vagy hogy ha úgy jobban tetszik, a Szó. Hát, amúgy azt a filmet mindenkinek tudom ajánlani, annyi, hogy nem gyerekeknek készült. Annyit el tudok. Legalábbis a mentalitásom miatt mondom azt, hogy nem gyerek fejjel kell azt nézni, hanem felnőtt fejjel. Hú, ott levághattam volna az utat, na mindegy. Jó. Na, úgy.
Sajtos makaróni. Na. Hát optimisták akkor omozik. Nem tudni, hogy hova halad még a járványhelyzet. Amúgy igen! Hát főleg úgy, hogy annyiféle fajta pletykát lehet hallani, hogy az már hihetetlen. Amikor a Detektív Pikachu-t és a Sonicot vetítették, csak én voltam bent between... Így akkor jártunk, igaz, hogy akkor négyen voltunk a teremben, de ugye megjelent itthon is a moziban a Ratchet & Clank film. Na hát kérlek szépen, én, Spidey, meg még két másik srác ült be, konkrétan majdnem a hátsó sorba. Tehát négyen néztük meg igazából az egész filmet. Az azra meg tódult. Igen. Mondjuk a Detektív Pikachu-ra kíváncsi vagyok, de még nem jutottam el addig, hogy megnézzem. De kíváncsi vagyok rá mindenféleképp, már csak azért is, mert Ryan Reynolds. Meg rengeteg pozitívat hallottam róla igazából. Úgy hallottam, hogy a humor is jó, a történet is teljesen korrekt. Aha. Hoppá. Úgy. Mondjuk az új azt még nem látom, azt bevallom. Pedig szeretem a horrorfilmeket. Ez az. Mondjuk, ha jól emlékszem, hogy ez a kampány elég rövid lesz, szóval. Na, menjél bám be! Menjél már be magadnak! Hát azt jól hagytam! Nekem könyvben van meg az az két kicseszett vaskos könyv, amit valószínűleg nem fogok elosni az Hát van egy pár ilyen könyv, amit szerintem én sem fogok ki valahogy így elolvasni. Pedig megvan. Mondjuk már be kéne fejezni a nyugati utazást, mert amúgy megvan. És konkrétan, hát majdnem a könyv háromnegyedénél járok, de egyszerűen valamiért nem vesz mostanság rá a lélek, hogy befejezzem. Mostanságban miatt inkább mangákat olvasok. Szipua! Szervusz, Momo! Üdv a mai kalandban! Engem sok könyv érdekel, de annyira ugráló az elmém, nem tudok fókuszálni igazából. Gyerekkorom óta ez van. Hát... az utolsó könyv, amit amúgy elolvastam, amit végig is olvastam, az az Armadoból, Ernest Cline-tól. Tudom, most megjelent, amúgy... Nagyon laga. Igen, tudom, sajnos. Hát, mobil webkamera. Mobil. Webkamera. Sajnos. Hát, jövő hónapban fogok majd egy új kamerát, és egy teljes, korrekt webkamerát szerezni. Most egyelőre ezzel kell bejelni. Remélhetőleg a következő adással már jobb lesz. Hát, próbáltam mindent megtenni konkrétan. Hát, egy ilyen 7 percig, srác per kb. Addig próbáltam vagy helyrehozni, de hát nem lehetett sajnos. De ugye ez is úgy működik, hogy rácsatlakozik a helyi hálózatra a mobil, és akkor a kamerának a kép, és a, hát a mobil kameráját vetíti ki a képernyőre. Olyan, mint egy webkamera, csak hát ez
Vészmegoldás. Na de visszatérve a könyvekre. Igen, Ernest Cline-tól az Armada. Hát... annyit kell arra a könyvre tudni, hogy ha esetleg valaki látta az utolsó csillagharcost, The Last Starfighter, vagy... mi is volt a címe? Hú, most agyalok rajta. Mindegy, lényegében szinte ugyanaz a film, a könyv. Csak kicsit kibővítve helyjel közzel. Meg hát ugye rengeteg popkulturális referencia, amitől... Na, köszönöm szépen, Last Starfighter. Hát... tényleg annyi, hogy rengeteg popkulturális referenciával van tele. Egy könyvnek jó amúgy szerintem. Ez nem az, amit 20-szor el fogok olvasni, de nem is rossz. Viszont mostanság megjelent a Ready Player 2, és nem tudom, hogy merjem-e beszerezni ezt a könyvet, mivel rengeteg negatív kritikát hallottam róla. Annak ellenére, hogy az elsőt amúgy szerettem. Az sem volt tökéletes, de könnyű olvasmánynak jó volt. You made it. And this is how you snowboard. Nem igazán, de... hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Stay out of my shed! Stay out of my shed! Bocsi, ez elcsépelt humor, tudom, de nem hagyhattam ki. Sonic annyiszor mondja, hogy hey, 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 hogy én már kimaradok inkább a... sebből. That speed! I am sped! Ja, Max Gillard pólis sorozata. Igen. HattieDiggyDemon.com HattieDiggyDemon.com. Fú, már rég nem néztem az ő animációit is. Elvileg azóta már párszor, pár dolgot feltöltött. Elvileg. Gyakorlatilag nem tudom most így hirtelen. Hydration. Unovár. Ja, most jön. Most jön Knuckles. Most jön Knuckles and Knuckles and Knuckles and Knuckles. Featuring Knuckles from the Knuckles May Cry series. Hey Knuckles, what's up? The sky. Mostanság kritikákat és kritikának elcelzett filozofikus tartalmat oszt meg a szokásos animációs minőséggel. Én bírom, amit csinál. Hú, azt hiszem egyet talán láttam tőle, amilyen volt. Nem tudom már melyik, de... emlékszem, hogy valami hasonlót néztem egyszer tőle. Talán valamelyik horror, vagy hát nem horror, hanem inkább ilyen Halloween témájú... animáció volt? Oh no! Talán. Most tényleg nem tudom, hogy őszinte leszek. Mostanság YouTube-ot annyira nem szoktam nézni. Vagy ha nézek is, akkor leginkább Angry Joe-t szoktam, mert hát ugye amikor visszatér James Rolfe, Angry Video Game Nerd. Meg néha ugye a filmkritikáit szoktam nézni. Néha Girard, Completionist, őt szoktam még nézni. Larry Bundy Jr., nem tudom, hogy őt ismeritek-e. Neki szoktak ilyen, neki szokott le, neki van, jobb mondva, nem beszélni sem tudok. Fact Hunt sorozata, azt imádom. Olyan fakteket szokott mondani, hogy némelyiket ismertem már régebb óta, de valamikről például most hallottam először. Most például olyat... egy olyan videót rakott. Múltkor olyan videót osztott meg, aminek az volt a témája, hogy 10 dolog, amit utálok Garfieldban, és a videó végül ott lyukadt ki, mikor tarthatja
alátámasztottnak a gondolatait. Hát Garfield, nem tudom, amikor kicsi voltam, szerettem Garfieldot. Mostanság nem tudom annyira szeretni, de néha szórakoztató amúgy némelyik ilyen háromkockás képregénye. Sőt, nekem van itthon pár zseb Garfieldom is. Komolyan. Régen, hát elkezdtem gyűjteni, de utána abba hagytam, mert na, helyfoglalás. Meg ha már Garfield, akkor Gorfield. Amit Lampi szokott, amit Lampi csinált egy időben a Gorfield sorozat. Dani, szerintem azt te ismered. Vagy hát neked ismerned kell a Gorfieldot. Na, számám fel. Repülj tovább! Na. Anyu, kád. Anyu nem kád. Anyu zuhany. Zó. Gyere már fel. Na akarok ütni. Nem. Nem csapkodunk. De gyere már fel. Úgy. Úgy. Mondom, hamar meg lesz ez a kampány. Még happal. Shasper kb. Ja, nagyon is vágom. Na, én őt nem szoktam követni mostanság. Régen kedvelt, amit csinált. Azóta volt egy idő, hogy nem sok újdonság oktatott. Igen. Sajnos én is így vagyok vele. De a régebbi munkáit, amik ilyen nagyon elvontak, azokat imádtam tőle. Hát na, változnak az idők, változnak a művészek is. Közben most az a nagy alakot, szerintem még be fogok ma kezdeni a Knuckles kampányba is, mert ez rövid lesz. Közben gondolkozom, hogy kiket szoktam nézni YouTube-on. Hát ugye egy-két ilyen remix csatornát szoktam követni, gondolok itt a Yuzo Boy-ra, akit szoktam néha követni, ugye ott az OC Remix, Game Chops, őket szoktam így zeneileg követni. Jaj, nem jó helyre megyek. De közben gondolkozom, hogy kiket szok. Ja igen, Nitro Red, őt nagyon szeretem, mert ő kifejezetten ilyen kevésbé ismert platformer címeket, vagy alapjáraton bármilyen címet vesz elő. Meg van úgy, hogy horror témájú, vagy ilyen nagyon, hogy is mondjam. Amit nagyon dicsért múltkor, az a Hylix. Dani, azt neked kifejezetten ajánlom. RPG, de ilyen elvont és gyurma animációs játék. Két része van összesen. Tenne ezt amúgy beszerezni. Mert amúgy nekem is tetszett így Nitro Red, meg ugye a képek alapján. Na, az jól hangzik. Igen. Tényleg ajánlom neked. Mi ez? Hogy kell érni? Beírom neked chatbe, jó? Így. Igen, néha így eltűnik a kép, hogyha váltok, de ez csak PC-n szokott lenni.
És mondom, ennek a játéknak két része van, a Swiss. Azt hiszem a második része az idén jelent meg. Legalábbis úgy emlékszem, hogy idén jelent meg a második része. És nagyon pozitív. Az első részt a készítő még RPG Makerben készítette, és tényleg minden ilyen karakter gyurmából készült. Mondjuk alapjáraton, nekem valamiért tetszik, hogyha valamilyen stop motion gyurmával készül. Gondolok itt például a The Neverhood, mondjuk bevallom azzal, még nem játszottam, de mikor gyerek voltam, imádtam például Wallace és Gromitot, akkor ott volt ugye a Csibefutam, Chicken Run. Azt is nagyon szerettem gyerekként. Na igen, most mondja a Spidey Tóbiás, igen. Se baj, Tóbiás. Tóbiás, Tóbiás, Tóbiás. Sararirarattap, tuturú, sararirarattap, tuturú, sararirambam. Őt is nagyon szerettem. Nem tudom, ezeknek a gyurma stop motionoknak van valami varázsa. Töf-töf nekem most nem derek hirtelen. Jól csinálják, jól tud lenni. Ami viszont félre sikerül, az nagyon félre sikerül. Az Evil Dead első részének még a borzalmasan nevetsé. Ne is mondom úgy. Azt hiszem még múlt évben, nővéremmel, meg hát ugye Spideyval, Kingával megnéztük az első Evil Dead-et. Hát nem tudtuk komolyan venni. Igaz, hogy a film próbálta magát komolyra venni, de egyszerűen nevetséges volt. És hát utána a második már nem vette magát komolyan. Utána meg jött ugye az Army of Dead. A Darkness volt? Ja, Army of Darkness, na. Az például... Szerintem jó volt amúgy. És hát ugye azóta kultusza lett annak a filmsorozatnak is. Mondjuk bevallom azt a rebootot, amiben ugye nem a megszokott Ash szerepel, Bruce Campbell, megvan a neve. Azt még nem láttam. De őszintén szólva nem is vagyok hajlandó megnézni. Én megjegyzem, semmi kritika, semmi ilyesmi, csak láttam az előzetesét, és azt mondtam, hogy ez nem az az Evil Dead. Ez engem nem érdekel. Ez kb. Ugyanolyan, mint a női szellemírtók. Azon is ugyanígy vagyok, hogy megnéztem az előzetes, megnéztem a verfilmet, nem. Egyszerűen az se. Ez most olyan, hogy akinek tetszik, tetszik, akinek nem. Ez már kellett. Hé, ez nem is Emerald Hill Zone. TS cutscene imitálás. Egy kicsit elfordít. Így. Nekem is szerintem annyira vicces volt, hogy így átment a szája a testén TS-nek. Sánci! Wonder where he went. Sure hope he's all right. The tornado's not powerful enough. Huh. If I'm going to finish my prototype. És elmondott egy mondatot. It needs a chaos level to work. Mi mindig annyira fenomenális a lip-sync ebben a játékban, hogy ez hihetetlen. Kell menni. Ja igen, még egyszer. Oh. Azt hiszem ide kell jönni, megint. Na jó, nem.
Onnan nem mehetünk be. Jaj, ha már itt vagyunk. Jaj, tudom, hova kell menni. De amúgy... Múltkor is elmondtam, de most is elmondom, de... Mystic Ruiznak a zenéje annyira megnyugtató tud lenni. Mondjuk lehet, hogy ez csak az én véleményem, de... nagyon chill. Igen, ha már itt vagyok, akkor felkapok egy-két emblémát. Tényleg sokkal könnyebb ez a rész. Amúgy igen, főleg, hogyha emblémákat keresel. Mert a legtöbbet vele meg tudod itt találni. Valamihez viszont, ha jól emlékszem, Knuckles kell, szóval nem mindet lehet megtalálni itt. Ja, ide Biggel kell, azt majd jönni. Na jó, nem szórakozunk tovább. Haladjunk! Ezt majd utána vadászunk. Hú, várj, merre volt? Várja, itt lesz... talán az egyik embléma, csak szar se lát az ember. Aj, gyilkos a kamera ebben a játékban is. Ja, itt nem lesz. Amúgy komolyan, ebben a játékban a kamera... Ebben a játékban a kamera sokkal nagyobb ellenséggel az embernek, mint a Super Mario 64-ban. Stop! Sand here. Hú, ez completion módban. Na ez lesz majd szenvedés completion módban. Egy kaput se lehet úgy elhagyni. Mert bizonyos pontszámot itt el kell érni, és... az irányítás itt nagyon... nagyon fájt az irányítás. Igen, menj neki a kaktusznak! Na. Na, várjunk, még lesz egy Sky Deck, lesz még egy Speed Hunter. Igen, megvan ez a kampány is. És... Jézusom, még csak 3/4 hét. 7-re talán meg lesz. Na jó, addigra biztos, hogy nem. Meg lett volna 7-re, hogyha nem szenvedek a kamerával. De annyi baj legyen. Na, akkor itt most keresünk, mert itt van egy elhagyható upgrade. Azaz. Igen, ezt könnyen el lehet hagyni. Mert ugye utána nem tud visszajönni utána ide az ember. És azt hiszem ennyi volt itt. Kamera! Thank you. Cső! Utána néztem a Hylixnek, tényleg érdekes, kell hozzá egy ideg állapot. Az biztos. Mondom, én terveztem beszerezni, csak még nem jutottam el odáig. És igen, két része van. Az első része az RPG Maker-rel készült, a második azt hiszem Game Maker-rel, nem tudom. De az már biztos, hogy az nem RPG Maker-rel készült.
az az Ekina olyan, mint ha arról próbálna meggyőzni Tails, hogy nem hált a barátnőjével. Én tagadok mindent! Nem is feküdtünk le a barátnőm, de! Körülbelül amúgy tényleg olyan. Ja, így. Igen. But the number 7. De a 7-es szám. A szerencsét hoz. Főleg a skandináv lottóban. Ez nem a reklámája. Best Sonic karakter ebből? Fú, előre válom ezt a kampányt. Globax a Sonic világba. Igen, körülbelül. Mondjuk, fú, várjál, ki volt előbb, Big vagy Globax? Mert ugye ez a játék, az első változat, az 97-ben jelent meg, ha jól emlékszem. A Rayman 2 2001, azt hiszem. Valahogy így. Igen, közben Kinga mondta, hogy meglátta Biget és eszébe jutott a Sonic Shorts. Azt hiszem, még te mondtad, Peti. Rayman 99. Aha. Na, a Rayman 2 1999-ben jelent meg. Ah, igen, akkor Big az idősebb 2 évvel. Hát na. De amire amúgy ki akartam jutni, azt hiszem múltkor Ölvecki Peti mesélte, hogy ő is nagyon szerette a Sonic Shorts szériát. Hát igen, az tényleg egy nagyon jó sorozat volt akkoriban. Igaz, hogy egy-két poén abban már nagyon... nagyon cringe, meg nem... angolosan fogalmazva. Szerettem, imádom, igen! Hát mondjuk mostanság, hogyha felnéz valaki Newgrounds-ra és ott akarja megnézni, akkor sajnos az easter egg-eket nem lehet benne elérni. Ezt már azért mondom, mert tapasztaltam, múltkor felnéztem és csak videóként van fent. Mondjuk nekünk valahol még megvan az összes Shockwave Flash animációként. És hát ugye ott el lehet érni az összes easter egg-et. Na, te meg célozzam, úgy. Ha már easter egg-ek. Na, ha már easter egg-ek, igen. Szerintem még ott nem mondhatod a Tails-dót. Jaj, Tails-dó! Hogy mi mit csináltunk? Hát, fú, nem is tudom, azt hiszem pont a másodikban volt a... krisztálos animáció. Comic Pro, most eszembe jutott. Lesz valami 9-es? Hát szerintem nem. Biztos, hogy nem lesz 9-es. Már csak ilyen minisortokat csinálnak, meg ilyen... Power Minit, vagy valami ilyesmi a címe. Még mostanság volt egy animáció feltöltve a YouTube csatornájukra. Azt még nem néztem meg, hogy őszinte legyek, azt hiszem ilyen Reanimation Collab, vagy valami ilyesmi volt a címe. De úgy tudja, hogy nem lesz 9-es. Sajnos. Pedig poén lett volna. Főleg, ha megint így a Flash animációként csinálták volna, de hát ugye január 1-ével az Adobe Flash meghalt.
Press F for respect. Na de visszatérve Tales Dorra. A... Igen, F. Amikor Spyrival még nagyon ismerkedtünk. Hát ugye bejött a Sonic Shorts. És pont a másodikban volt azt hiszem ez a bizonyos animáció. Yep. Hát amikor megtaláltuk azt az easter egget Tales Dollal. Hát nem mertünk aludni. Azt hiszem én olyan hajnali 3-kor mertem elmenni aludni. Mind a ketten nem mentünk el aludni, mert... De attól még féltünk. Nem tudom, hallottátok-e, de Spardy azt mondta, hogy mind a ketten fostunk. Nem tudom tagadni. Igen. Ja, az a 3-asban volt a Play With Me. Igen. Attól is fostunk. Attól annyira nem, de azért az is tényleg tudott fosatni. De a Comic Pro én az... Hello there. Magnifik. Would you like to play with me? Play with me. A game. Play. Come play with me, my child. Come play with me. Igen, megy ez a hang, csak kicsit kikészíti a torkomat. Hú, ezután iszok egyet. De az a gond, hogy tényleg ezeket az easter egg-eket a videókban ugye nem lehet sajnos már megtekinteni. Azt hiszem az utolsó vagy a 6-os vagy a 7-es, nem tudom már, nagyon rég láttam ezeket. Hogy őszinte legyek. De azt tudom, hogy tényleg a... Ettől nagyon fostunk. Emlékszem, amikor tényleg az volt, hogy Sonic átkerült a GameCube-ra, meg rengeteg Nintendo platformon jelent meg, volt az egyikben egy ilyen eléggé creepy easter egg, hogy láttuk, hogy akkor még jó, hogy letöltöttem őket, akkor még volt bennük. Igen, amúgy. Nekünk is megvannak valahol még. Meg nem tudom mennyire legális, van egy olyan oldal, hogy FPS Chan. Onnan is le lehet még ezeket tölteni. Meg... Hú, van valami oldal még, ahol lelementették az ilyen összes flash játékot, flash animációt. Hát konkrétan egy archívum. Közben iszok egyet. Amíg te ezt megpróbál landolni. Barát a betonbosszán! Super Mario 63. Életben van. Mi van életben? Miről maradtam le? Én csak annyit mondtam, hogy belállt a betonba a szár. Nem, Peti mondta, hogy életben van. Ja. Lehet, hogy az élek mondott a flashekre. Lehet, de amúgy tényleg van egy ilyen flash archívum azóta, csináltak egyet. Az volt az első Flash Mario-k egyik, amivel játszottam. Fú, azt nem tudom. Nem néztem utána. De azt tudom, hogy sokan, és hát rengeteg mémet láttam az Ultimate Flash Sonic-kal. A Sonic Flash? Nem tudom, most így hirtelen. Nem tudtam kivinni azóta se. Hát, na. Mondom én, annó középsuliban, meg talán még általános iskolában, amikor tényleg nagyon menő volt a sok Flash játék. Ultimate Flash Sonic. Na, azt imádtam. Azzal ismertem meg a disznót. A sündisznó. Ja, sündisznó, Sonic. Igen. Fú. Hát, ha már Sonic ismerkedés. Nekem volt régen egy... Hát azt nem mondom, hogy barátom, hát inkább haver szinten voltunk, de... Akkoriban neki is volt PC-je. És konkrétan ő ismertette meg velem a Sonic sorozatot.
volt egy CD, amire kijött rengeteg ilyen doszos játékot demókkal együtt, gondolok itt az ilyenekre, mint hát ugye rajta volt a Doom, volt akkoriban egy Sega Mega Drive emulátor, amin ugye tudtam tolni a Dragon Ball Z Buu Resident, tehát konkrétan egy Mega Drive-os fighter játékot, meg hát rengeteg tényleg ilyen jó kis flash játék. Fú, na várjál, most hol vagyok? Na jó, bevallom, erről nem tudtam! Most már tudsz róla! Erről is tudok! A hájház annyi baj legyen. Na de visszatérve a történetre, igen, volt egy ilyen, hát másodszéri, ami tényleg rengeteg ilyen doszos, meg hát konkrétan demo verziók voltak rajta. Na, és azon volt nekem két Sonic játék. Az egyik ugye a Sonic 3D Blast-nek volt a demója, a másik meg ugye a Sonic 3 & Knuckles-nek a demo verziója, ami hát konkrétan a Sonic & Knuckles Collection-ből volt. A PC és Sonic & Knuckles Collection. Arra azt hiszem múltkor még beszéltem is a múlt heti adásban. De ez a két lemez volt rajta. Úristen, egy állatka! Demo version. Trial version-nek volt titulálva, de amúgy igen. Abban is csak igazából Angel Island volt. Imádtam. Nagyon. Ugyanez volt a Sonic 3D Blast-nek a demójával is. Abból is csak egy pálya volt, Green Groove Zone. Abból is csak az első pálya. És ennyi. És igazából azon keresztül ismertem meg Sonicot. Akinek meg volt a Parabola, Parabolás TV. Old school gyerekek biztos emlékeznek rá. Gondolom, Dani, nem tudom, hogy itt vagy-e még. Szerintem te még emlékszel rá. Amikor német adókat néztünk, ilyeneket, mint Super RTL, meg RTL 2, Sat.1, Sat.1. Hát ilyeneket néztünk. És az egyik, aztán pont az RTL 2-on adták a The Adventures of Sonic the Hedgehogot. Hát ugye, amikor volt rá lehetőség, én is néztem. Igaz, semmit nem értettem belőle, de néztem, mert Sonic meg rajzfilm. Mondjuk azóta azt a sorozatot is végignéztem. Snooping as usual, I see! Áj. Komolyan az a sorozat annyira. Nem tudja az ember hova tenni. Ja, volt ilyesmi. Én Cartoon Network-öt néztem úgy, hogy nem értettem körülbelül amúgy. Én is Cartoon Network-öt, Super RTL-t, RTL 2-t. Lupa, Lupa. Sőt, volt egy olyan csatorna is, hogy Telefünf. De konkrétan, amúgy a Dragon Ball Z sorozatot most így kitérve megint erre, bocsánat. Igen, amúgy szeretem a Dragon Ball sorozatot. Mindegy, visszatérve rá. Azt a sorozatot három nyelven láttam. Ugye láttam magyarul, láttam németül, láttam japánul. Legközelebb angolul fogom megnézni. Hát csak a vicc kedvéért. Te meg gyere már le! Szerintem Sonickal senki nem találkozott úgy, mint én. Majd ezt elmeséled. Majd egyszer. De hogy tényleg én is a Cartoon Network-öt... Fú... Igen, én is németül láttam a Cartoon Network-öt először, ha jól emlékszem. Abban nem vagyok biztos. Ja, igen, a Sonic X-et is amúgy, azt is németül láttam először végig. Tudom, hogy itthon is adták itthon annó a Jetix-en, amíg volt, de
Nekem nem volt akkor Jetix-en. Amikor meg már volt, akkor meg már levették a műsorról, szóval teljesen mindegy. Ismeritek a Sonic and Tails-art? Fú, az nem egy... Nem podcast, hanem egy ilyen... Hangos könyv, ha jól emlékszem, valami ilyesmi. Hallottam róla, de még nem hallgattam meg. De tervezem amúgy. Na, jól emlékeztem akkor. Ha jól emlékszem, az eredeti Sonic hangokkal van az egész. Tehát akiket itt is hallunk a Sonic Adventure-ben. Akkor jól emlékeztem, hogy a régi voice actorok. Jó van. Mondom, terveztem meghallgatni, de még nem jutottam el addig. De következő adásra pótolni fogom szerintem, mert hallottam róla visszhangokat egy magyar Sonic közösségben. És sokan azt mondják, hogy egész jó. Mondjuk, amit múltkor a Spidey-val meghallgattunk, a Sonic Twitter fiúknak szokott, vagyis néha van ilyen podcast-szerűsége, ahol Twitteren keresztül tesznek fel nekik kérdéseket, tehát Sonicnak, Eggmannek, és akkor ők meg válaszolnak videóformában. Igen, igen. Hát igen, azt múltkor pont a... Fú, nem is tudom melyiket. Vagy a Forces-t, vagy a Team Sonic Racing megjelenésekor volt egy ilyen twitteretek. Na, azt meghallgattuk. Hát... Shadowról jó pár dolgot megtudni, az tényleg vicces volt. Shadow legnagyobb álma az, hogy nyisson egy árvaház a cicáknak. Gyerekek, Shadow a legjobb karakter. Mária. Mária. Stop! Fú, te. Tényleg beszerzek egyszer egy GameCube kontrollert, egy memóriakártyát meg, hát egy HDMI átalakítót a Wii-hez. Esküszöm, lesz streamelni és Shadow the Hedgehogot completion módra. Mik azok a vorkájuk a háttérben? Az egy Spidey volt. Kérdezte Ölvecki Peti, hogy mik ezek a Warcry-ok a háttérben? Mondom, hát egyrészt én, egyrészt meg Spidey. Hey, shut up, Tails! Yeah, Tails, shut up! I want to go on an adventure! Sonic adventure! Na jó viccet félhetőd. Na, sajtolunk egy kicsit. Jó, nem sajt, de... Still. Jó irányba haladok. Na jó, még egyszer. Ezt most nagyon elrontottam. Mondom, szerintem még belekezdek a Sonic kampányba is. Az egész hamar meg lesz. Sonic? Knuckles kampány. Jó van, beszélni sem tudok.
Fú, csak most nézem, hogy így lehagytam. Csak a Nax piros. Nem ugyanaz a kettő? Hát... figyelj, a Sonic's Rear-nak közben volt egy olyan glitch, hogy kék Knuckles, szóval... You may never know! Na? Azaz. I did it. Ja, még rossz egy boss fight és utána. Knuckles. Na. Hú, ha nem lett volna az a kis break time, akkor meg lett volna 7 órára szerintem a pálya. És a Tales kampány igazából. Na mindegy. Na, közben látom. Hunden. 1381. Köszönöm a követést. Or should I say in English? Thanks, Handan 13A1 for the follow. Get a load of this. Jaj, nem ugottam időben. Dick, mi van veled? Gamepad! Gamepad! Ne szórakozz! Jaj. Jó, nem merült le, csak szórakozik. Töppet. Tudom, tudom. Na. Jaj. Mondom, ebben a játékban az ember legnagyobb ellenfele a kamera. Gyere már vissza. Egyszer, kétszer. Soha többet Trust termék. Hát, na. Most ez olyan, hogy kezdett meg tökéletes amúgy a Trust. De amúgy tényleg nem a legstabilabb a kezek se. Hát na, szokták mondani, hogy olcsó húsnak híd a leve, de... célnak megfelel amúgy igazából. Jaj! Ne robbantíja! Na. Na, ennyit. Eggmanusra. Ennyi volt a TS kampány. Én mondtam, ma belekezdünk a Knuckles-ba is. Erre iszunk. De visszatérve a Trust termékekre, valamelyik azért... Hajrá, Fradi! Mindegy, visszatérve a Trust termékekre... tényleg, kezdetnek nem rosszak. Tehát igazából célnak megfelel.
Nem az, hogy nem azt mondom, hogy hosszú távon, mert arra pont nem. De én azt mondom, hogy kezdőrökésnek persze jó. Mondjuk, ha jól emlékszem, neked Dani pont ugyanúgy egy trusztos gamepadod volt, és eléggé vacakolt. Nem tudom, nekem ez a Trust Gamepad, ez a GXT-s, egész jól szuperál még. Jó van, na. Ugyanaz, mint neked, csak vezetékes. Igen, a vezetékes. Mondjuk én vezetékeset még egyszer nem. Na, üdv újra, Momo! Amíg távol voltál, addig befejeztem a Tales kampányt. És mindjárt neki úroknak közni, csak ezt most meg kell várni. Most nekem vezeték nélkül Logitech van. Ha van benne szufla, tök jó használni. Igen, Logitech. A Logitech termékek nagyon jók. Csak annyi, hogy azért meg elkérik az árát. De a minőségnek ára van. Majd egyszer szerintem én is fogok szerezni egy normális Logitech-et, de... Na most egyelőre jó ez. Azért hallgattam egy kicsit. Ja, majd a streamet hallgattad? Oké. Okay. Közben nem tudom mennyire látni, nézzetek addig macskát is. Én amúgy tényleg körbenéztem, hogy mi lehet árértékben a legjobb. Valóban nem olcsó a jó gamepadok, de szart már nem akarok venni, meg tudom érteni. De mondom, én úgy vagyok vele, hogy alkalminak teljesen tökéletes. Jó a bérek zenéje. Ja, nem. Hát, ha én énekelnék, akkor szerintem mindenki sírna. De egyszer beígérek egy Sonic Air karaoke streamet. Csak ahhoz kell majd valaki. Bírex, 2D-s horrorjátékkal hogy állsz? Fú! Még sehogy. Na jó, egyszer még nagyon régen, ilyen egy vagy két évvel, amikor még a laborkávézóba szokott gyűlt össze így a kis csapat, akkor Spidey elővette a Neverending Nightmares-t. Azt hiszem, én is kipróbáltam, meg Dani is, de elökörködtük az egészet, de igazából Spidey fejezte be az egészet. És vette komolyan igazából az egészet, mint Topic. És vette az egészet komolyan, mint Topic. Na, énekel, de nekünk a Never Gonna Give You Up-ot, please. Fú, azt be fogom tanulni, de nem. Még nincs éneklő stream. Meg akkor ezt át kéne címe... Nem tudom, akkor viszont rickrolloznom kellene mindenkit. Vagy lehet, hogy akkor fogok énekelni... We are no strangers to love. You know the rules, and so do I. You guys got rickrolled. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna... Hogy van tovább? Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. No. You guys got rickrolled. Szívesen! Na, de visszatérve a horror, 2D-s horrorra, igen. Egyszer kipróbáltam a Neverending Nightmares, de tényleg se én, se Cordlight, azaz Dani, nem vettük komolyan, és Spidey kicsit ki volt ránk akadva. Kicsit nagyon.
eléggé komoly témát boncolgatott, így is jelképesen az a játék, azért... És nem értettem, hogy miért körkedtétek el. Hát na, milyenek vagyunk. Na hát akkor kezdjünk bele. Na akkor az kampány. Addig kicsit bezárom az ablakot, mert valami csengő itt hangzik. Így. Jaj. Ez jobb, mint egy Metallica koncert. Na már Metallica megy. A horror játékokat egyedül érdemes játszani, erre már rájöttem. Ugyebár a horror lényege, hogy magadra maradsz, és barátok mellett ez az illúzió azonnal megszűnik. Na ezzel nem tudok vitatkozni. Ez tényleg olyan, a horror az tényleg olyan műfaj, amit egyedül érdemes. A legtöbb horror játékot. Szegény Forrest! Hát még én! Benemegett a kontroller és a macska megijedt. Igen, brr! Nagy színpad! Nagy színpad! Nagy színpad! Oh, thanks for the follow, Beertag. Nem hiszem el, hogy az Optimus Prime nem mer énekelni, de egy pókig. Ha! 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 Csak a megfelelő számot keresem. BS! Ne. I called BS. You know what? Bullshit. Semmi. Oh no. Kezdődik. Oh no. És akkor most nekiesünk a Knuckles kampánynak. És végre tudjuk Végre tudjuk tápolni első Willit. Szóljon valaki Zakinak. Ja, még ide nem tudunk bemenni. De ide igen? Ez csak így. Ja, még nem tudunk ásni. Leesett. Erre gyűjtem vissza. Jól van. Igen, amíg távol voltál, addig befejeztem a Tales kampányt. Hát, ott nem tudtam tápolni szegény Willit. Nem lesz még beölni egy császár. De. Na, köszönöm, majd tudjuk tápolni Willit. Ez itt lesz valahol. Nagyon nem itt. Hol vagy? Ja. No, jó. Hó, egy élet. Uvu. Jó. Aha. Az a nyád. Az a nyád, úgyis Marisárt. Na. Na, hol van az utolsó?
menjetek már haza. Aha. Icemill Emeraldin hír. Na. Így. Ez a játék tele van glitchekkel, mint mindig. Fú. Amúgy, aki játszott ezzel a játékkal, nem tudom észrevettétek-e, de Knuckles konkrétan szerintem gyorsabb, mint Sonic. Mondjuk ez csak az én meglátásom, de szerintem gyorsabb. Na, Willy táp! Na. Várjál, azt már odaadtuk neki. Hol vagy? Willy, nem alszunk. Willy, tápolódunk. Hogy lesz így belőle német császár? Lehet, hogy fogok végre szerezni cuccokat a Sega Saturnhoz. Na, az menő. Az menőség. Akkor vedd meg rá a Sonic Air-t is. Best game ever. Három éve csak porosodik. Hát, na. Retro cuccok, retro konzolokhoz nehéz találni jó cuccokat amúgy mostanság. Ó, hogy a... Willy, nem alszunk, tápolódunk! Úgy. Hát csak alszik, hát beszarok. Japán verziót akkor már. Hát na. Amit tudsz. Csak aztán nehogy énekel majd közben azt, hogy Can you feel the sunshine? Does it brighten up your day? Don't you fear that sometimes you just need to run away? Na, egyet megfele. Fú, te! Tenni magában a narancsot. Legyen megint karaoke. Na majd egyszer. Na majd, ha én is elérem azt a státuszt Twitch-en, akkor majd csinálok egy ilyen beváltósat. Én is, hogy lehet majd beváltani biteket. Akkor majd rakok bele direkt egy ilyet, hogy legyen karaoke stream. Na. Na akkor vadásszunk. De Knuckles! Mi az, hogy beakadsz? Megreagáljál ma. Na. Ú, na várj, hogy lehet? This game is broken.
Titi rá akar szokni a cigire, hogy lefogjon. Tudsz mondani pár mondatot neki, hogy miért hülyeség? Elküldöm neki klippet. Hát nézzük. Egyrészt azért hülyeség, mert a dohányzás öli a spermákat. Tessék, itt egy példa. Helyetben támogatná. Ráadásul nem elég, hogy tényleg rákkeltő a dohányzás, de még pusztítja. És ki a szár? Ott az, ami nekem kell. Öli a spermákat. De úgy lefogyás az inkább torna. Én azt tudom javasolni. Amúgy nekem is kéne. Rég voltam már 98 kiló. A lefogyásban támogathatom, a cigiben nem ilyen akarom. Hát ne is támogass, sőt szerintem tényleg hagyja, hogyha le akar fogyni, torna. Én azt tudom javasolni, tényleg mindig is akartam, hogy elkötött volna. Hey, Miss Spongy Boy! I'm high on ketamine! Classic meme. Az a miatt a kőrismerisát. Ezt kémlékte meg. Na. Kell a táp a gyereknek. Hol megy? Itt röpköd valahol. Fú, te. Komolyan mondom, szerintem ez a pálya az ilyen last minute volt. Most próbálom itt megtalálni. That damned Sir Second Kia Samurai shot. Valahol erre lesz, talán. Hát nem. Aha, valahol itt lesz. Yes! Ez kettő. Ez már kettő. Most már csak a harmadik kell. Na, merre lesz vajon? Ah, itt lesz lent. Fú, mondom, szerintem ez a pálya, ez szerintem ilyen last minute volt. Aha. Na. Good enough. Hú, na köz, ki ne tudod a nyakad. Úgy látom a kamera továbbra is lakban. Hát na. Nézem. Ha nagyon ügyes vagyok, akkor lehet, hogy még az Amy kampányba is bele fogok tudni kezdeni. Jó irányba megyek egyáltalán? Teljesen. Father, please don't!
It is for the good of all our people. How can I make you understand? A lip sync még mindig annyira fantasztikus a játékban. Na, de mindegy, amúgy visszatérve a fogyásra. Torna, testedzés, bármi ilyesmi. A dohányzás azt inkább hanyagolja. Nem elég, hogy rákot okoz. De büdös is lesz tőle a lehellete, és a fogai is besárgulnak. Csajnak az! Azaz. Csöves Sonic. Bevesseltek. Vajon mit csinálnak azok a srácok itt? Hát beflesseltek. Nem kicsit, nagyon. Volt egy kis szipu. Nem tudom, de amíg... Abban a Chilla Temple-ban bemászott Eggman a liftbe, addig Knuckles el tudta volna kapni. Na, hol vagy? Willy, gyere ide, Willy. Hopp! Megütöttem Willyt! Ajaj. Na, én lépek. Mára még be akarom fejezni a sorozatot, amit nézek. The Queen's Gambit. Hú, arról sok jót hallottam. Na. Bye, Dani. Találkozunk majd még. Nem, hogy a Queen's Gambitről jót, sok jót hallottam. De még nem jutottam addig, hogy megnézzem. Mondjuk most a WandaVision-t várom, azt akarom majd nézni én is. Az viszont pénteken már kezdődik. Ha jól emlékszem, legalábbis ahogy néztem reggel a híreket, egy epizód fél órás lesz abból is. Mondjuk azt is tudom, hogy rengeteg... Én az Evangelion-t akarom megnézni egy ide. Hű, azt amúgy én is. Csak én nem jutottam el addig, hogy valamikor elkezdjem. Kadnál fel. Ja, rossz gond. Jó sorozat amúgy, elég eredeti sztori, meg hát 60-as hangulat. Na hát akkor az biztos tényleg jó sorozat lehet. Kapd már fel! Hát itt csillogsz. Úgy. ReZero Season 2-t is be kéne fejeznem. Hát na. Én most fejeztem be, most hétvégén fejeztem be a Naruto Shippudent. Szóval, valamennyire ki lett itt a sorozat. Most gondolkozom, amit kéne majd elkezdeni mellette, de még szerintem először megnézem az utolsó Naruto filmet, de ha jól nem hiszem, ja nem, az a cím, hogy The Last Naruto The Movie. De még azt akarom majd még én is megnézni. Mielőtt nekiesek mondjuk a Borutónak, vagy egy teljesen másik jump, vagy hát nem feltétlenül jump, de anime sorozatnak. Meg hát ugye mellette nézem az ilyen seasonal heti animéket. Gondolok itt az ilyenekre, mint a... Hát ugye a One Piece, Long Running, 957 epizód. Akkor Dragon Quest, Dino Daiboken, azt is elkezdtem nézni. Hát lényegében egy régi manga sorozatnak a animéke, ha úgy vesszük. Mert már volt egy korábbi sorozat belőle, de Toei Animation, újra kellett dolgozni. Most hétvégén kezdték el a World Trigger második szezonját, azt már egy ideje várom. Bár kíváncsi vagyok, hogy hogy fogják kivitelezni, mivel a manga nem nagyon halad, főleg így, hogy havonta egy-két fejezet jelenik meg. Jobbik esetben van, úgyhogy havonta csak egy. Tehát kicsit korán kezdték el, szerintem. Úgyhogy valószínűleg tele lesz fillerrel az egész.
Mondjuk az első epizód az jól indult. Akkor mit nézek még? Jujutsu Kaisen? Azt tudom ajánlani minden. Mert anime rajongó, tényleg tudom ajánlani, mert egész jó sorozat amúgy. Mangát is olvasom mellette, és hú. Meg hát ugye, amit Spideyval közösen nézünk, az egyik a Higurashi no Naku Korogi. Nem tudom, jól mondtam a címét, valószínűleg nem. Na jó, Higurashi no Naku Korogi. Na, abból kezdtük el a Go szériát nézni, ami ugye most kezdődött. Hú, az is eléggé jó sorozatnak indult. Aztán körülbelül a felénél jár most az a sorozat is. 24 részes összesen, és talán a 13. rész volt utoljára. Most így hirtelen nem tudom. De tényleg, aki teheti, az nézze. Főleg, aki szerette, és hát nézte az első sorozatot. Rengeteg visszautalás van rá, főleg úgy, hogy konkrétan ez egy alternatív világ ugyanúgy. Egy alternatív időség. És hát elkezdték a Promise Neverland-nek a második szezonját is végre valahára. Arra, hát nem tudom, meddig fogják feldolgozni, de eléggé érdekes lesz. Az emlőrű istenit. Igen, akik nemrég követnek, azok jobb, ha tudják. Nem vagyok egy hú de nagy víd, de szeretem az animéket, meg a mangákat én is. Hát konkrétan most emellett a játék mellett próbálom completion módra végigpörgetni a Jump Force-t. Abban se sok minden maradt már amúgy. Igazából ott is már csak ami hátra maradt, az az online kompetitív része. És hát az is meg lesz 100%-ra. Tervezem amúgy streamelni a Naruto Ultimate Ninja Storm játékokat is majd a jövőben. Legalábbis egyszer végigpörgetem a történetet és ennyi. De még egyelőre azokkal várni fogok. Mivel még ki kéne bővíteni most így ezt a gépet is memóriaügyileg, meg hát ugye új webkamera, mert ez a megoldás elég gész. Jaj, ennyi az idő ma. Jó, nem biztos, hogy be fogunk kezdeni egy új kampányba, amíg csak most nézem, hogy 3:48 lesz. Igen, ma is csak este 9-ig fogok streamelni, mert hát na, hétfő van, kell a pihenni is holnapra. De így is egész meglepő, hogy eddig eljutottunk. Még egy boss fight. I better work fast and get to the bottom of this. Sáncjék. Ja, még nem itt lesznek. De. Ha már itt vagyunk. Ja, még nem lehet. Húba, azt hiszem pedig valahol itt lehet az első upgrade-et felvenni, ami kell is nekem. Aha, itt lesz. Na, egy upgrade megvan. You've got the shovel claw. Now you can dig through dirt and stone. Press the jump and action buttons simultaneously. But you will never be better than Shovel Knight. Jumping on his shovel like a pogo stick. Hop. Úgy.
Press to destroy. Így. Na. Úgy tényleg. Nem tudom, hogy kivette észre, de amúgy Knuckles tényleg olyan, mint hogy gyorsabban szaladna, mint Sonic. Legalábbis gyorsabban kapkodja a lábait. Bárki megkérdi. Nem. Fú, pedig úgy emlékeztem, hogy itt van egy embléma elrejtve. Igen, a completion része az, hogy a pályákon is van így elrejtve hébe-hóba egy-két embléma. Mondjuk nem itt. Jó van, nem haltam meg. Fú, nem is tudom, talán itt lesz az egy. Pedig valahol azt hiszem, itt lesz az egyik embléma. Azt tudom, hogy eléggé mocskos helyen van. Talán itt a híd alatt. Hát nem. Jó, oké. Hát akkor iránytok. Jaj, ne. Na várj, most akkor merre? Jaj, tudom. De azt kéne valahogy ott kinyitni, csak nem tudom már hogy. Ingyen gyűrű. Esküszöm, tényleg úgy emlékszem, hogy itt volt valahol elrejtve egy embléma, de... Hát te van. Híd alatt nézted? Pont ott néztem úgy, pont a híd alatt, de nem volt ott. De lehet, hogy idő kell hoznom még egy switchet. Fú, talán itt lesz az egyik. Nem vagyok benne biztos, de... Knuckles, please. Oké. Okay. Hú. Azt tudom, hogy itt volt egy. Lehet, hogy el kell oda vinnem egy innen oda egy switchet. Mindjárt kiderül. Na. Monkey Destruction Switch. Switch, switch, switch. Now. Nem Nintendo Switch. Na. Elég érdekesen oldották meg itt ezt. Na, emlékszem a játéknak a demójába. Ez volt ez a pálya.
Aha, valahol erre. Aha. Egy. Kettő. Amúgy őszintén szólva, jobban preferálom ki ezt az Emerald Huntot itt az Adventure DX-ben, mint a Sonic Adventure 2-set. Nem tudom, az Adventure 2-snek a pályadizájnjai nem a legtökéletesebbek. Legalábbis én úgy érzem. Plusz, amikor Completion módba próbáltam azt is, mert most megcsináltam Completion módba, hát ott a kincsvadászat az egy rémálom volt. Konkrétan a radar, ami itt is látható ezen a képernyőn, már eléggé pici. Hogyha közelében voltam egynek, de nem sorrendben haladok, akkor nem jelezte. Igazából az egy nagyon rossz dizájn volt szerintem az Adventure 2-ben. De úgyhogy melyiket preferálom a kettő közül? Fú, nehéz megmondani. Na merre? Vagy lefele? Így. Found it! Na. Csak 2 perc. Fú, azt hiszem... Na várjunk, még azt hiszem 2 pálya van ezen kívül. Fú, gyerekek. Egész hamar meg lesz ez a játék. Legalábbis finishing módon. There's Sonic. Eggman was right. What's that in his hand? It looks like a piece of the Master Emerald. He has no right to have that. Amúgy Knucklesnak van szerintem a legjobb tímje az egész játékban. Better than the rest of them, the best of them. They call me Knuckles, unlike Sonic, I'm a Chaco. Unlike Sonic, I'm a Chaco. What the? Hú, közben úgy látom, egyet megint nem engedett át a Twitch. Knuckles Teamből a paródia kurva jó. Igen, azt a szót nem engedi a Twitch. Személyazonossági okokból. Jó van, Twitch. Jogizaki, én látom, hogy mit írtál. De úgy tényleg nem értem, miért írtja le. Na mindegy. Mondjuk a paródiát még nem hallottam belőle. Szívesen meghallgatom majd. Hú, az előbbi... Tehazolazás kicsit kikészített a torkomat. Hír Chaos! Hír kiri kiri kiri! Mert family friendly. Ki én? Én nem leszek még family friendly. Hosszam leszek, de family friendly az azért nem. You want to be family friendly? No, I don't want to be family Fuck that! You're welcome.
Dig, de jó, hogy 3 éve vettem Saturnt. Hát na, jobb később, mint soha, Zaki. Mondjuk nekem még nincs Saturnom, de jó lenne egy Saturn. Because Panzer Dragoon. Mondjuk azóta már van belőle remake, szóval nem tudom. Viszont egy Dreamcast-nek simán örülnék. Viccet félretéve, tényleg. Az egy alulértékelt konzol. Akkor került az enyém 10K-ba, úgyhogy japán régióst. Most úgy 50 eurós. Uff. Hát azért az brutál, hogy 50 euró már egy japán Saturn. Mondjuk nekem teljesen mindegy, hogy milyen Saturn, csak Saturn legyen. Mert arra is van egy-két cím, ami teljesen, ami szerintem egész jó, meg érdekel is. De mondom, ha már választani kéne, akkor már inkább egy Dreamcast-et zsebelnék be először. Ja, egy EU-s 50K? Ah, bocsi, elolvastam. Az európai verzió. Jó, elolvastam. Fú, hát azért az nem kevés pénz. Abból veszek 2 Wii-t. Mondjuk mit csinálnék 2 Wii-vel? Már így is van 2. Mondjuk annyi, hogy az egyiket nagyon rég nem használtuk. Konkrétan az egyik Wii az már csak panosodik. Hű. Valaki itt nagyon csenget. Jó, mondjuk vannak hozzá játékok, kontroller, meg stb., ami nekem nincs. Igen, valamit van, amiért. Allah News has... Oh, thank you for the follow, Allah News. Okay. You have a really weird name. Most amúgy közben gondolkozom, hogy... Saturnra mi volt még jó játék? Na, azt tudom, hogy Sonic Jam azon volt, amit szeretnék majd... amit szeretnék majd beszerezni, ha esetleg lesz valamikor Saturnon. Azt hiszem volt rá Marvel vs. Capcom? Nem Marvel vs. Capcom, hanem... Street Fighter vs. X-Men, hogy van Daytona USA, na igen, másik klasszik. Meg, hú, mi volt még? Na, most már kell menni. Daytona USA, azt hiszem Virtual Cup volt még rá. House of the Dead-ben nem vagyok biztos, hogy volt-e a Saturn-ben. Igen, itt az egyik szobor. Én szerintem SD modulom a sajátom. Nem akarok Margit híd alá kerülni, mint kép miatt. Hát igen, ez a játékgyűjtés hátránya, hogy némelyik játéknak az ára irreálisan nagy lett. Legalábbis szerintem tényleg némelyik játék annyira irreális áron van, hogy az embernek nem éri meg. Múltkor, hát megvettem a Captain Claw-t. Szerintem páran ismeritek is azt a játékot. Régi, hát Win 95-ös, 98-as játék. Nagyon fun játék, csak eléggé nehéz egy idő után. Mai gépeken valamiért amúgy nem igazán akar futni, csak moddolva.
minden viccet visszatérve. Fú, hirtelen akartam mondani. igen, Captain Claw. Azt hiszem ilyen 500 forintért vettem. Talán Bolha piacon. Vagy a Camelot játékbarlangban. Hirtelen nem tudom most hol vettem, de azt tudom, hogy felnéztem Vaterára 15.000 forint. Csak a lemez. Sőt, eBay-en is kb. Ennyi. Tehát azért az eléggé durva. Ja, igen, Retro Games. Igen, mondjuk annyi, hogy az már a rendes dobozos, legalábbis az ezt vedd meg Junior sorozatból. De amúgy a Captain Claw az egy nagyon jó játék. Annyi, hogy tényleg egy idő után brutál nehéz. Mario Kart Double Dash ára is elég durva. 12K kövő. Hát olyan, mintha újonnan vennéd meg igazából. De mondjuk azért valljuk be, az tényleg egy nagyon jó játék. Igaz, hogy... Hát nem preferálom azt a módot, de igen, emulálva játszottam le Spidey-val. De úgy tényleg, az a játék egy fenomenális. Nem is értem úgy, hogy a TFV drága a gyerekkora. Igen. Tényleg drága az ember gyerekkora. Knuckles has died. A pálya, ahol múltkor megpróbáltam cheezelni Sonickal, de nem tudtam cheezelni, mert épp fasz vagyok. Dögölj már meg! Gyere vissza, Kamélon! Kamélon, gyere vissza, dögöljél ketté! Akkor ne dögöljél ketté! Nem akartam segítséget, de... Jó, akkor... Aha... Az ennyi. Nem látok kamera! Knuckles overdoses on methamphetamine and disrespects ancient Aztec gods. Exactly. Aha. Na, egy megvan. Gyuna kettő. Az anyád picsáját. Ne tüzeskedjél, mert... Miért tüzeskedsz? Így. Na. Hú, valahol erről lesz a harmadik. És valahol erre látta. Aha. Az anyád. Le, az kigyullad. Így. Good enough. Image. Köszönjük, Knuckles! Helmigy! Dick ma megint! Where am I? This is very strange. Because I'm not in Kansas anymore. No? Please.
Miközben örülök, hogy mit lehetne majd még streamelni. Mondjuk a szerdai program már megvan. Most már fixre. Szeretnék majd egy-két játékot minél előbb befejezni, mert ami tényleg ilyen félbe maradt, és már elkezdtem egyszer completion módba. Tényleg ilyen a Dust and Elysium Tale, akkor a Battleship Brigade, Wonder Boy az egyik remake, azt se játszottam még végig 100%-ra. Hát meg... új játékokat elővenni, amiket még tényleg eddig soha nem próbáltam, hát a gép hátrány, az előző gép hátránya miatt. Úgyhogy majd át kell ezt néznem, hogy mik vannak a jelenlegi könyvtárban. Ja, és múlt héten megjött a HDMI kábel, a hosszabb, úgyhogy most már tudok Wii és Wii U címeket is tolni, szóval yeah! Also, utolsó Knuckles pálya. Ez ilyen gyors volt. Várjunk, ja még lesz egy boss fight utána. És utána kész a Knuckles kampány. Most így belegondolva, lehet, hogy jövő hétre már csak két kampány marad. Mert igazából a Super Sonic kampányt azt majd úgy akarom, hogy előtte minden más megcsinálok, tehát a pályákat. Akkor mi van még hátra? Tehát minden pályát így megcsinálni, az összes küldetést, akkor mini játékokat, tehát így az összes emblémát felszedni előtte. Meg tápolni első Willit. Mert a Willy az a lényeg. Mert erre kell menni? Ja igen, erre. Out of service. Typical Marv. The trains are out of service. Typical mob. Ja, igen, itt nem volt több upgrade Knuckles-nak. Na, menjél ma. Typical Marv, amikor nincs helyén az ülés, húgyszaga van a kabinnak és ragad a padló. Tényleg. Decemberben voltunk utoljára Marv vonaton, hát... Hát az tényleg katasztrófa az a Marv, amit csinál. Hát ott is, ahol mi ültünk. Konkrétan... Fajas kenyér félig megrágva, ott volt a másik oldalba. És ez actually megtörtént velem. Hát... Kivel nem, az lenne nagy csoda. Sőt, középsúlyba jártam. Volt olyan, hogy a... Amikor vált... Nagyon hideg volt. Akkor is már volt legalább egy kecske szakállam, és... jéggédelmet konkrétan. Nem tudtam letöldeni, de eléggé be volt hagyva.
És hát ugye felszálltam a vonatra. Reggel 6 óra, mert hát Miskolcra jártam be, Tattaszadáról. Hú, gyerekek! Nem tudom, hol volt hidegebb. Kint, vagy a vonatban. És ez mindent elmond. Szerintem legalábbis. De szerintem mindenki más tudna mesélni, hogy még miket találtam már vonatokon. Legalább nem olyan szar, mint az International vonat, ami átmegy Püspök Ladányon. Utána egy hétig fájt a hátam, sőt helyem sem volt. Ú, bazd meg. Azért az szép. Azért az szép. Na, kedvencem. Kalausz keresett nekem helyet, hogy óvári ne álljak. Hát legalább. Most gondolod, hogy van olyan kalauz, amelyik teljesen leszarja. Hogy most állsz, vagy nem állsz. Tisztelet a kivételnek amúgy. Végén tényleg hamar meg lesz. Na. Az a nyílt a kis marisát. Dék, ne lőjjen ma! Némek ártatlanul lőnek, he. Na, nem, nem teljesen ártatlan, mert itt rongálom a... berendezést. Ez hol lesz? Na, várjunk el, ezt vissza kell állítani. Valahogy tuti itt lesz, csak... valószínűleg vissza kell állítani. Az az. Most jön, most így csendben vagyok. Itt lesz. Aha. Meg vagy. Na. Na csak egy boss fight, az vége a Knuckles kampánynak is. Hű. Komolyan megeszem ezt a játékot. Jaj, még lesz egy át...
Mondjuk most sem fogom tudni tápolni. Willit szóval ez nem lesz jó így. Female Knuckles. Vagyis Tika. Na várunk. Mind meghaltak. Várj, te is meg fogsz halni. Ne. Macskát simogatok, nyugi van. Vagyis Forrestet. Valahol még itt volt elrejtve egy emblém. Jaj, az teljesen fel kell menni. Fú. Nem hiszem, hogy evele. Ah, most ezeket nem tudom használni. Ah, hát majd akkor legközelebb. Jaj. Igen, mert valahol annak a tetején is van egy embléma elrejtve. Hú, az a skybox. Nagyon látványos. Ja, amúgy elfelejtettem mondani, elkezdtem viszont növeszteni a szakállamat is most már. Hát na, általában úgy szoktam, hogy ilyen 3-4 havonta. Csak azért, hogy felfrissítsem egy kicsit az arcomat, leborotválom. Másik azért, mert nincs úgy szakállápoló. Kéne venni, csak hát ha jól tudom, nem a legolcsóbb az se. Egyszer. Hú, te is nagyon jó helyen álltál meg. Ó, oh, hogy a... Na. Ilyen komi van. Na? Hopp. Szök. Na. Oh, hogy a... Most nem kéne meghalni. Ne!
sincs nem gyűrű. Fú. Te kap már fel. Jó, akkor ne kap fel. Úgy. Na végre. Hú. Na hát, megvan a Knuckles kampány is. Legalábbis úgy emlékszem, hogy ez volt az utolsó része a kampánynak. Na, úgy gondolom, hogy akkor neki fogok esni az Amy kampánynak is, az sem valami húda hosszú. Vagy... Az is lehet, hogy inkább folytatom most a... Na jó, ezt még meglátom. Mert lehet, hogy a Sonic pályákat fogom majd elsősorban completion módban csinálni gyorsan. Szerintetek hogy lenne jobb, ha belekezdenék az Amy kampányba, vagy folytassam egy kicsit a completion módot az eddigi karakterekkel? Mert... Hú... Fél lesz? Hát... Na jó, inkább szerintem a completion módot, mert ha most belekezdek Amy kampányába, az kicsit hosszasabb. És akkor jövő héten marad Amy kampány. Addig egy kicsit szenvedek a pályákkal. Na és akkor most Explosion, Badass Walking. Amúgy, sudden realization. Csak most esett le, hogy azt a csengő hangot én állítottam be arra, hogyha valaki bekövet. Jó van. Látszik, hogy nem szoktam hozzá, hogy valaki bekövet. Oh no. I may not know the whole story behind this. But perhaps it's better that way. Oh no. I'm at peace once more. Oh no. Na jó. VT szünet. Addig hallgassátok Naxi dalát. Így.
Ezt mondták, hogy... Hm? Na, visszagyűjtem! Kicsit beállítjuk a hangot, így. This should be the end screen, especially that door. You mean... this one? Or the cat behind? Wait. Here is the 40. We just call him Forrest. But he wants to go... Egyébként tudni akarod, hogy mi történt? Amíg oda this is how you do the Numa with Sonic. Anyways, I was on a toilet break because I drank so much. Well, I had to. Since last time I forgot to drink and my throat red, so... how should I say? Yeah, I got a sore throat last time, so I had to drink a lot this time. You know, from all the talking and such. Anyways, should I begin the Amy campaign or just continue with the Sonic stages? I mean, completing the Sonic stages for now. Because looking at the time, I only have half an hour left, so I think I will go with the Sonic stages for now. Select your character. And next time, Amy. Okay, I'll stop it. Well, that should be easy. Up and down and all around. Okay, why? Seriously, why? Maybe it's because of the screen resolution? I mean, I've never fall off from that. At that part and that stage, but for some reason, I mean, last time when I was here, I fall off. I mean, fell off. So, but still.
Okay, I'm gonna sing. Gonna get those lives. Not as I planned. Go. No. Végre tudjuk tápolni Willit. Not gonna try that glitch again. I mean the one when I run up on the wall and fall behind the stage. Yeah, I'm not gonna try that again. I mean, last time was enough. Maybe if I will. Maybe at the last Sonic Adventure DX stream, I will try that glitch again. Oh yeah, and I actually found how to import Chaos from the Sonic Adventure DX for Sonic Adventure 2 on PC. You just need to download a special hacking program, which I'm not really a fan of, but if Sega doesn't do it, who else would? Okay. Nem. Gyere, úgy. Úgy, Nyuszika is elmegy. Ó, hogy a... Mi van úgy, ja. Úgy. Jó. Utolsó állatka. Nézzük, milyen tojásokat lehet venni.
Kéne az őrkölyes. Na hol vagy, Vili? Vili, gyere ide! Meg vagy, Vili. És most ezt szépen ezt megeszed. Vili, edd meg. Vili, kérlek, edd meg. Kell neked a stamina. Those look like Pokemon. Well, yeah, they're kind of like Pokemons, but it's more like a Tamagotchi. I mean, you have to feed them, make them grow up, and watch them die. I mean, resurrect. Not die, resurrect. They resurrect. They don't die. Oh yeah, fun fact. The prototype Chaos were in Nights, in Nights into Dreams. The Nightopians were kinda like Chaos. I actually found that out like several years ago when I first played Nights into Dreams. It's actually kind of fun, which I think it's a really good game. Not the best, but it's a good one. Maybe I will play it around Christmas time because it's kind of a Christmassy game, especially Christmas nights. Okay, speedrun time. Not as I planned. Gotta go fast. Gotta go real fast. No. Gonna make it.
Gotta go fast. Gotta go fast. Gotta go faster, 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 faster. Yeah, not bad. Whew. Oh no, Twinkle Park. Gonna hate that. But at least I can try out the cheese part. Because I can cheese that stage a bit. And also, where's my car? Where's my car? Where's my dodgem car? Here's my dodgem car. Oh, wrong one. Camera. You're drunk again. Stop here. You will see why. No! Not like that. Wait. Oh yeah, I had to wait for this, but... No. Yes. Here comes the cheese. That was the cheese. Oh fuck. Camera please. Camera please. Will you be so kind, camera? Thank you. Now go home and be a family man. And there goes my cheese. Ha! At least I will get more rings to finish with, because this time we will have to finish with 50 rings. Fuck you, Tails! Damn it, Tails! Why are you in the way, Tails? Piece of shit. Anyways, let's try again.
That would have been a problem in the speedrun part. Nope. Yes. Phew. Yeah, not bad. Okay. Let's feed dash you, Willy. Willy the first. Welcome to Twinkle Park. Oh yeah, before I forget. Never give up the fight. I'm back. I made tea. Welcome back, Zeki. Oh. Get better soon, buddy. What the fuck was that? That was a pro gamer move. Even. Oh god, this game is broken. I love it though. Well, it's quiet crazy nowadays, so I'm not surprised. Last week I had a bit of a sore throat as well, so... So yeah, get better soon, buddy. Drink a lot of tea, eat some honey. I mean, honey helps for me. That's good. We have like 2 jars of honey at home today, now. It comes handy. And since I would run out of time, I went back completing Sonic's stages. Servus Lerni! Üdv az adásban! Jó, későn ugrottál be így zárás előtt 10 perccel. Jó, téged is látni. Hát sok mindenről maradtál le, mit ne mondjak. Múlt héten befejeztem Sonic kampányát, most csak a completion módra mentem rá. Azóta befejeztem Tails meg Knuckles kampányát, és jövő héten megyek Amy-ére. És igen, completion módba viszem, mert valaki kihívott, hogy nemrég értem haza Melóból. Na, már dolgozol is? Az menő. És milyen eddig a munka? Mesélj valami jót. Valami szépet.
közben keresem Willit. Igen, van egy csávunk. Az, aki elnevezte első Vilmosnak. Nekünk csak Willi. Ő lesz a következő német császár. 4 óra után, 4 óra át műsort vezettem a rádióban. Az igen! Na és milyen eddig amúgy? Legalábbis az első napod, ha... Ez az első... Nem ez volt az első. Hú, várjál. De ez volt az első napod, ha jól tudom, ugye? Na, találtam melót. Tökélj már fel, Willi. Legyél tápos. Nyuszik, hogy gyere ide. Meg kell tanulnom beszélni, sokkal nehezebb rádióban megszólal, mint streamben. Hú! De alapvetően megvannak elégre. Na, az a lényeg. De figyelj, hogy ha úgy veszük, a stream az legalább valamennyire felkészített. Nem? És igen, van zöld kenguru. De még betné? Úgy jól van. Látod ezt itt? Ez itt a tiédé. Ez egy zöld kenguru. Hájjá, csak szerintem Willi fáradt. Jön visszük versenyezni. Lesz még rá idő? Lesz, jó van. Akkor speedrunolunk egyet. Annyira imádom a kamerát, ebben a játékban. Menjetek a picsába. Várjon, 97. Sonic Kart 8. Welcome to Sonic Kart 8. Wait, wrong game. Hey, welcome to Sonic Kart 8. Wait, that's cool. Because you're too slow. Yet. Because I want to cheese. I want cheese. This is key. Csinálját.
most nem szórakozok azzal, mert egy kicsit az időből. De pont benne vagyok a 3 perc. Mától kezdve délután 2-től 8-ig. Aha. Hát igen, akkor tényleg másképp. Ha ja, 6-ig? Akkor tényleg másképp lesz most a... neked is a streamjeid más időpontban. Na, iszonik már kiiktatva. Hány pálya? Road Outcoast. Speed Highway. Fú, jó, azt jövő hétre hagyom. Casino Palace. Az remek. Hát igen, csak annyi, hogy akkor így át kell szerveznod neked is a stream időpontjaidat, jól tudom. Megpróbáljuk egy utoljára még felsenyeztetni Willit. Csak nem fog kidőlni kétszer megint, mint múltkor. Hát nem rászólok. Willikét ismét teszteljük német császának? Igen, megint teszteljük, de... el se kezdődött a verseny, már bealudt. Mégis mit vársz egy császártól? Őszintén. Sok mindent. Például az, hogy... hát, most már legalább nem az utolsó. Hát most már 5. Haladunk. Haladunk. Majd megpróbáljuk egy másik versenyben, hát ha úgy jobb lesz. Amethyst, that can fly. That strong chow. And chow, that can swim. Chow that can swim well. Próbáljuk meg a repülősét. Ilyen nincs. Oh. Lehet, hogy meg kellene várni, még felébredni rendesen, és nem felzobogni mindig, hogy gyere! Tömöm a beled! Willy! Willy, ne! Hát ilyen az a Willy, látod? Na, de azért zárkózik felfele. Na. Ma a negyedik, hé. Willy beindult. Willy versenylovat reggelizik, gyerekek. Willy a harmadik, gyerekek. Júj. Gyerekek, Willy versenylovat reggelizik. Ma másod. Willy. Gyerünk, Willy. Te vagy a császár. Érted? Na, vissza más harmadikra. Hát ő fog nyerni. De haladtunk. Willy a harmadik. Mert csak meg kéne tanulni a szaladni rendesen. Ajaj. Willy, ez már nagyon gyors. Willy.
nem lesz meg az első hely. Még tápolni kell egy Lilit. Hát nem dalszik megint. Lili, ne! Ne hagyj cserben a rajongó táborodat, Lili! Na? Háj, Lili! Na. A első már nem lesz, nem baj, de... Azért haladunk. Nem baj, egyedik hely. Csak nem. Willy, hogy a mosógép centrifugás helyet adnál ki a Hello Kitty-s szerszámot? Ez jó. Ez jó. Willy, hogy a mosógép centrifugális ereje dobnál ki a Hello Kitty-s ceruzárat. Hát csak annyi, hogy nem pihent eleget ma. Nem baj, jövő héten jobb lesz. Jövő héten még táposabb lesz Willy. Na hát, viszont én lassan zárok. Már ott van az idő, 9 óra, amúgy is mindig így tervezem, hogy 6-tól 9-ig. Legközelebb szerdán jelentkezek. Én meglátom mivel, valószínűleg végre nekiesek a Battleship Brigade-nek. És végre lezárom azt is, annyi, hogy lesz ott anyázás, köcsögölés. Lában akarom 6-9. 6-9 hol? Oh shit. Mama. Na, visszatérve. Igen, lesz ott anyázás, köcsögölés, valószínűleg bokán akarom magam majd szólni egy plastikkanállal, de nem érdekel. Meg fogom csinálni a Battleship Brigade-nek a kampányát nehéz fokozaton, és akkor az a játék is lezárva végre nekem. Úgyhogy lezárul végre Móka Miki Mókatára jövő héten. Vele fogok menni. És még egy Sonic is megy. És mindjárt visszajön, fogadok. Svung! Na. Jó éj, gyerekek! Sindörgő! Ami gondolom, tudod, hogy ez még megy a mikrofonba. Paszkodott szín! Ha 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 ha.